Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete vendégeket látott a héten itt Mosonmagyaróváron, valamint a környéken. Mit jelent ez az Egyesületnek az Egyesület életében? Nem nagyon volt erre módunk az elmúlt 25 évben, hogy valamely társszervezet bennünket belföldről meglátogatott volna. Olyan már volt, hogy külföldről, az Ausztriából, Szlovákiából. Igen, ezért különösen örültünk annak, amikor a Mékuti Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületétől egy kedves régi barátom, az ottani egyesületnek a titkára megkeresett azzal, hogy szeretnének meglátogatni bennünket, kölcsönös tapasztalat cseréhez jutunk ezáltal, hogyha ők elmondják, hogy ők hogyan ténykednek, bizony utóbb jöttem rá, hogy mennyire jól gondoltam ezt, hogy fogunk tőlük tanulni, másrészt pedig hát nyilván valamit mi is tudunk nyújtani, és talán nem véletlen, hogy a sok ezer egyesület közül éppen a mi egyesületünkre esett a választás. Egy hétig vannak itt a vendégek. Hogy értékeli a hetet, illetve az eddig eltelt időt? Hát, hogyha mondhatom, akkor eléggé elfáradtam, de ez most már a vége ennek az együttlétnek, aminek egyébként nagyon örültem emberileg is. Tényleg nagyon sokat kaptam tőlük. Annak örülök, hogy sikerült a programot jól összehozni, tehát sikerült Popi Elek Évát megnyernünk annak, hogy a civil társadalomról, a mosonmagyaróvári civil társadalomról beszéljen, aztán Nagy Sándort, aki a civil szövetségnek az elnöke, aki hosszasan beszélt, mesélt itt a vendégeinknek arról, hogy és mint működik ez a szövetség Mosonmagyaróváron. Még én is hallottam már ekkor is újat, de ugyanígy Popi Elek Évától is. És Keresztény Gyulával is találkoztunk, aki a Kislaptáros Egyesületről és a másik általa vezetett egyesületről beszélt. Ez is egy nagyon hasznos találkozó volt, úgy vélem. És mivel nekünk jó külföldi kapcsolataink vannak, és ezt a mékutiak nagyon jól tudták, ezért Ausztriában, Ilmicen megkerestük a Fraternitás Egyesületnek a burgenlandi képviselőjét. Ez a Fraternitás Egyesület, hadd mondjak el erről annyit, hogy ez egész Európában működik, Franciaországból indult el, de Brazíliában is komoly háttere van ennek a civil szerveződésnek, és ez a fraternitás azt jelenti, hogy a beteg ember a beteg embernek az apostola, a segítője, és ezt ők nagyon komolyan csinálják, és tulajdonképpen a titkár úrral ott találkoztunk itt Magyarországon egy ilyen összejövetelen, ahol egy ilyen továbbképzést tartottak a fraternitásnak. Szlovákiában is jártak a program keretében. Igen, hát a tegnapi napon voltunk Szlovákiában, ott a szlovákiai izombetegek országos szövetségével és azok képviselőivel találkoztunk. Ez is egy nagyon tartalmas összejövetel volt. Velük azért van komolyabb és hosszabb és régebbi kapcsolatunk nekünk, tehát a Mozgáskorlátozottak Egyesületének is, mert én magam is izombeteg vagyok, és hát ugye itteni Magyarország Izombeteg Egyesületnek az elnöke, és hát így sikerült velük a kapcsolatot fölvenni. Remekül összejött, kezdetben úgy tűnt, hogy talán tolmácsolási nehézség lesz, de ezt is sikerült áthidalni. És hát hála jó Istennek, hogy mind a két nap nagyon szép idő volt.